Nagyon szépen köszönöm, elnök úr. Engedjék meg, hogy a Mádl Ferenc Intézet nevében is köszönetemet fejezzen ki. Hadd nyitsam a köszönő sort az előadóinkkal, akik lehetővé tették azt, hogy ezen neves évfordulót egy csak ugyan színvonalas, magas szakmaiságú és ugyanakkor meg nagyon gondolatgazdag és gondolatébresztő előadásokkal ünnepelhessük. Hadd folytassam a köszönő sorunkat a tisztelt jelenlévőkkel, tehát hogy megtisztelték ezt a bizonyos rendezvényt. Az elmúlt hónapokban már lehetett ugye személyes rendezvényeket tartani, de például ugye maszkok voltak még az embereken, végre az ember arcokat és tekinteteket is így egybe láthat. Én azt gondolom az előadóknak is ez egy nagy élmény ilyenkor, hogyha ezen nevezük klasszikus formában tarthatják meg a beszédeiket. Hadd folytassam a köszöntést a szervező partnerekkel, és itt kiemelve Mezei Barna professzor úrt, hogy mindehez partner volt, és hogy segített, hogy ez a rendezvény létrejöjjön. Végezetül hadd zárjam a köszöntést a tisztelt kollégáimmal is, akik pedig mindezt segítették. Hadd emeljem ki itt Veresemőt professzor urat, Kovács Bálint kollégámat, illetve Katona Gábor kollégámat. Az előadók többen is utaltak rá, hogy itt készül valami, tehát hogy ez nem csak egy előadás, hanem itt bizony mögötte egy könyv is készül. Azt reméljük, a kötet szerkesztő Mezei professzor úr azt mondta, hogy lehetséges, hogy már ezen a héten akár a kézirat is eljuthat hozzánk. Innen aztán természetesen majd kézbevéve az ügyet, szakmai lektorálás, illetőleg mindenféle hasonló kínzásnak vetjük alá az anyagot, de és egyúttal mutatjuk vissza persze a szerzőknek is azt. Tehát azt remélem, hogy néhány hónapon belül magával a kötettel is elő tudunk állni. El kell mondjam, hogy ez a rendezvény, ez a mai rendezvény egy sort nyit. Ez azt jelenti, hogy e hónap végén egy másik eleme is lesz ennek a bizonyos sorozatnak. Nevezetesen arra is felkértük a jogtörténész közösséget, és itt most Balogh Elemér professzor úrékra, a szegedi kollégákra hagy utaljak, hogy egy összehasonlító kötet is szülessen meg. A mai előadáson csak ugyan többször volt utalás, adott esetben részletesebb elemzés és más országoknak a gyakorlatával kapcsolatosan, viszont azt szerettük volna, hogy megjelenhessenek külföldi szerzők is ebben az ügyben. Úgy tűnik, hogy március 31-én egy konferencia keretében, ugyanígy az MTA székházban ünnepelhetjük. Maga a konferencia angol nyelvű lesz, viszont tolmácsolást is biztosítunk, hogy minél szélesebb körben megismerhetőek legyenek az ott elhangzottak. Nagy szeretettel, nagy tisztelettel várunk minden jelenlévőt. A holnapi naptól kezdjük el azt behirdetni, azt a konferenciát. Nem szerettük volna, hogy keveredjenek, ha szabad így mondjam, félreértés adjon okot, hogy két konferencia van ugyanebben az aranybullához illeszkedő témában. Tehát az itt jelenlévőket is nagy szeretettel várjuk ezen március 31-i rendezvényre. E rendezvényt terveink szintén megkoronáz majd egy kötet, első lépésben angol nyelven. Kedves jelenlévők, tisztelt hölgyeim és uraim, magam részéről ismételten megköszönve, tehát a figyelmüket, jelenlétüket, zárom gondolataimat. Köszönöm.